modern körülmények középkori köntösben átadták Nagyecsed új rendezvényterét. Fakitermelés a sóstói erdőben, több mint egy hektáron dolgoznak a szakemberek. Prima díj Órendi Mihály több évtizedes sportvezetői munkásságát ismerték el a Vármegyei Gálán. Egyedülálló rendezvénytér épült Nagyecsed történelmi városrészén a Vásártéren. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A középkori vár építészet jegyeit megjelenítő épületben többek között modern szabadtéri színpadot is kialakítottak. A határon átnyúló beruházás az ukrajnai Perecseny várossal közös turisztikai fejlesztés volt, amelyre több mint 700 ezer euró összegű uniós támogatást nyertek a partnerek. Modern körülmények középkori köntösben, így néz ki Nagyecsed új rendezvénytere. A létesítmény infrastruktúrájában a mai kor igényeinek felel meg, külső megjelenésében viszont a hajdani ecsedi vár építészeti jegyeit hordozza. Az építményben egy szabadtéri színpadot alakítottak ki, melynek hátoldalán a település jelképe a turulmadár látható. A rendezvénytérre érkezőket kaputorony fogadja, a látogatók pedig a várfalat idéző kerítésfalon lévő védőfolyosón is közlekedhetnek. Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy ezen a helyen, ahol valamikor a kastélynak a főépülete és a kastélykert és a várdom volt, ide visszacsempészük ezt a valamikori ecsedi várnak a motívumait. Nyilván az eredeti állapotra esély nincsen, hogy ezt visszaépítsük, meg talán nem is lenne hiteles, de nem is az árat akartuk visszaépíteni, hanem magát, azt az objektumot és magát, azt a motívumot, amire jól esik ránézni, és azt mondhatjuk, hogy van egy új várunk itt Nagyecseden. A beruházás az immár 20 éves testvérvárosi kapcsolattal rendelkező Nagyecsed és Perecseny városok együttműködésében valósult meg. A települések célja a helyi kulturális és történelmi vonzerőkre alapozott rendezvényturizmus fejlesztése volt. Perecsenyben többek között a Helytörténeti Múzeum udvara újult meg, amelyet a szabadtéri rendezvények helyszíneként használnak elsősorban. A mostani projekt az Ukrajnával való együttműködés egy mintaérték együttműködés, hiszen az Európai Uniós projekteknél most már kötelező elem is nemzetközibe ukrán partnert bevonni. Ez a háború felzárkóztatása miatt van, úgyhogy köszönöm Perecseny polgármesterének az együttműködést, Kovács polgármesternek a 20 éves munkát, hogy azt a fajta határon túli együttműködést gyümölcsösévé tudják váltani. Nagyecsed évszázadokon keresztül kulturális és gazdasági központként működött a vármegyében. A város nem csak történelmi múltjáról, hanem kulturális értékeiről is ismert. Néptánc hagyománya és a tradíciót ma is őrző együttese országszerte elismert. A Nyírerdő ZRT szakemberei a napokban több mint egy hektáron végeznek fakitermelést. A kivágott nagyrészt akácok, egy része ipari felhasználású fa lesz, körülbelül 150 köbméter pedig tűzifaként hasznosul. Tavasszal ugyanezen a területen erdőfelújítást végeznek majd kocsányos tölggyel és más őshonos fafajokkal. Most nem madárcsicsergéstől, hanem motoros láncfűrésztől hangos a sóstói erdő. Ahogy minden ősszel, idén is megkezdődtek a fakitermelési munkák a fészkelési időszak elmúltával. A Nyírerdő ZRT 15-20 szakembere dolgozik napi szinten, ezúttal a kórház mögötti terület részen. Most egy elég kis területre korlátozódik ez a munka. Itt a sóstói úttal párhuzamosan a kórháztól északra lévő területen van egy 1,2 hektáros erdőterület, ami hát már nagyon-nagyon túlkoros, tehát 70 éves jórész akácos állományról van szó. Az állománynak a 70-80%-a már csúcsszáradt. Ezt a területet termeljük most le, azért, hogy egy új erdőt hozzunk létre, mint az erdőnek a közvetlen közelében egyébként ezt egy pár éve már megtettük. Az így kidöntött idősebb fák egy része ipari felhasználású lesz, de a legnagyobb része körülbelül 150 köbméter tűzifa. A terület azonban nem marad sokáig üresen. Tavaszi időszakban már meg fog történni az erdősítés. A fakitermelés követően a faanyagot azt elszállítjuk innen. Egy vágástakarítás következik, egy tuskókiemelés, mivel ugye túlnyomó részben akácosról van szó, és az akác
visszaszerző képessége olyan erélyű, hogy az a jövő erdősítését meggátolná. Tehát egy talajelőkészítés fog következni, majd következik tavasszal az erdősítés. Tölgyfőfafajjal elegyes erdőt hozunk létre, mint a mellette lévő szépen fejlődő erdősítésekben. Az erdőnek ez a szakasza viszonylag forgalmas. Az erdőjárók ezen az úton közelítik meg a vasúti síneket és mennek át annak túloldalára. Az erdészet azt kéri a látogatóktól, hogy a munkák idejére lezárt erdei utakat ne használják, helyette a kijelölt kerülő útvonalat vegyék igénybe. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei prímadíjas lett Orendi Mihály, a sportszervező több sportágban is vezető tisztséget töltött be, közreműködésével számos nemzetközi versenynek adott otthont Nyíregyháza és Debrecen is. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, pályafutása során mindig lokálpatrióta maradt, hozzátéve, hogy karrierjét a 80-as évek nyíregyházi atlétika sikerei alapozták meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei primadíj magyar sport Orendi Mihály kapja. Szabó Tünde kormánybiztos asszony olvasta fel a borítékban szereplő nevet múlt hét péntek este a Vármegyeháza dísztermében. Orendi Mihály volt az egyike annak a három fő díjazottnak, aki a kuratórium döntése alapján átvette a vármegyei prímadíjat. A több sportágban, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságban is vezető tisztséget betöltő szakember 35 perc című műsorunkban azt mondta, karrierjét a 80-as évek nyíregyházi atlétikai sikerei alapozták meg. A legnagyobb siker, hogy egy olyan edzői csapattal dolgozhattam együtt, akik tisztelték egymást, szerették egymást, de egyúttal versenytársak is voltak. Ez együtt mindnyájunkat motivált arra, hogy minél jobb teljesítményeket érjünk el. Talán ennek is köszönhető, és nem nagy képviség mondatja velem, hogy a 80-as években a Nyíregyháza atlétika a fénykorát érte, hisz ebben az időszakban olyan versenyzőink voltak, mint Bakosi Béla, nemzetközi klasszis Pálóczi Gyuszi szintén, vagy futói között a Patrik Ibolya, Vasvári Sanyi, és minden esztendőben több mint 20 válogatott kerettag versenyzőnk volt, és ezt folyamatosan tudtuk, ha úgy tetszik, kicsit csúnya szóval, de termelni. Orendi Mihály a testnevelési főiskolán végzett tanulmányait követően az újfehértói gimnázium testnevelőjeként érte el első sikereit kosárlabda edzőként, majd nem kevésbé volt sikeres Nyíregyházán atlétikai trénerként. Debrecenben aztán másfél évtizedig volt a sportcentrum vezetője, neki köszönhetően rendeztek mindkét városban komoly országos és nemzetközi versenyeket. Szakmai karrierjének utolsó éveiben a Korcsolya Szövetség ügyvezetői és a MOB alelnöki tisztségét töltötte be. Az atlétikai szakosztály vezetése mellett nekem megadatott az, hogy sportesemények szervezését is irányíthattam. És amikor az 1995-ös Nyíregyházi Atlétikai Ifjúság Európa-bajnokság sikere után ami nagyon sokat jelentett abban, hogy engem Debrecenbe elhívtak. A Debrecen évém alatt 22 világversenyt rendeztünk, 15 sportágban. Tehát itt már egyfajta más sportágak iránti kapcsolódás is elindult. Többek között 2013-ban rendeztük a short track világbajnokságot, és itt belépett a Korcsolya. Én a debreceni tevékenységemet 2014. július 15-ével fejeztem be, majd néhány hónap után fölkértek arra, hogy legyek a Korcsolya Szövetség ügyvezető, igazgatója, és itt már evidens volt, hogy a jeges sportágakkal, és ezek között is kiemelten a short track-kel, nagypár gyorskocsajával, vagy éppen a műkocsajával, a szinkronkocsajával is foglalkozzak. Orendi Mihály elmondta, pályafutása során mindig is lokálpatrióta maradt, a vármegyei prímadíjat pedig a legkedvesebb elismerései közé sorolja. Ezekben a hetekben a parkokban, a kertekben gyakran találkozhatunk keleti sünökkel. A 25 000 forint természetvédelmi értékű állat ilyenkor keresi a búvó helyét a téli álomhoz. Szinte bárhol találkozhatunk velük, de a bokortanyák környezetét kifejezetten szeretik.
Érdemes óvatosan hozzákezdeni az őszi kertrendezéshez, hiszen a sünök ilyenkor már keresik a tökéletes búvóhelyet a hosszú hideg térre. Ezt általában kisebb fa vagy gajrakásban, bokros sövényben, vastagavarban találják meg. Ezek természetes komposztként szolgálnak a talaj számára, ezért sem érdemes eltakarítani. Ha mégis útban van, először óvatosan forgassuk át, nehogy megzavarjuk a sünök életének egyik legfontosabb időszakát, a téli álom kezdetét. A téli álomra húzódó sün nem tudja, hogy az a remek lombrakás, azt néhány hét múlva fel fogják számolni. Tehát amikor ilyen lomb halmokat szüntetünk meg, akkor az alapi részeknél járva gondoljunk mindig a sünökre, és amikor már tényleg ott a boka térségében van a lombazat magassága, a lombhalom magassága, akkor munkáskesztyűvel, puha levélgerebével, vagy a kezünkben megfojtott vella nyelével a következő néhány fogásnyi részt nézzük át, hogy ne legyen benne sün. Ha találunk egyet, akkor no pánik, amit közeli bokor alá tegyük, és legalább derék magasságban halmozzunk rájuk bőven lombot. A legfontosabb szabály, hogy ne gyújtsuk fel a zöld növényi halmokat. 2021 óta ezt rendelet is tiltja Magyarországon, és etetni sem kell a sünöket. A körülöttünk élő sünök nagyon jól érzik magukat a lakóterületen, megtalálják az alapvető élet feltételeiket, táplálékot. A leginkább hiátus az aktív időszakukban a nappali búvóhely, illetve a telelőhely a kapcsánban. Ezért lenne jó, hogyha a kertekben, a parkokban mindig lenne olyan zug, ahol felhalmozzuk a hullott lombot, és ott mindig el tudnának húzódni a sünök a nyári időszakban nappali pihenőre, a nőstények ugye ott tudják világra hozni évi kétszer is akár a kölykeiket, és ilyenkor téli álomot pedig ott tudnak aludni hónapokon keresztül. Magyarország egész területén előfordul a keleti sün, gyakori faj, de a Nyíregyházát is körülvevő bokortanyákat kifejezetten kedveli. A magas szaporulat biztosítja a faj fennmaradását még akkor is, ha a kis sünök gyakran nem érik túl a telet, ha mégis, akár a 10 éves kort is elérhetik. Az éjszakai életmódot folytató állatot 2014-ben az év emlősének is megválasztották. Új bemutatóra készül a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Zsors Födó fergeteges vígjátékának, a Bolha a fülbe című komédiának kedden volt az olvasópróbája. A Mészáros Tibor által rendezett darab premierje december 9-én lesz a Teátrum nagyszínpadán. Sean de Bees, a köztiszteletben álló biztosítási cég vezetője, egy ismeretlen hölgytől kap szerelmes levelet. Randevúra hívja egy kétes hírű szállodába. Sean de Bees hűséges és kishitű, eldönti, hogy nem megy el, inkább a legjobb barátját küldi maga helyett. A névtelen levelet gyanakvó feleségének a barátnője írta, hogy lépre csalja. A hotelben azonban a randevú rémálommá változik, mivel mindenkinek létezik egy hasonmása a világon. Nyílnak és csukódnak az ajtók, mindenki észvesztve nyomoz és menekül. Így kezdődik a Bolha a fülbe című nagy sikerű komédia. Ez egy nagyon nem alaptalanul fergeteges vígjáték a Födónak, már maga az íromány is nagyon sok olyan remek helyzettel, ami a színészek számára egészen pazar, és a társulat nagy részét meg tudja úgy mozgatni, hogy mindenkinek nagyon jó kis csemege színészileg is, és hát nem utolsó sorban természetesen ez általában egy közönség barát előadás szokott lenni. A rendező úgy véli, ahhoz, hogy egy nagyon jó előadás szülessen, nem elég a remekül megírt történet. Az én feladatom az lesz, hogy abban segítsek a színészeknek, hogy ezek valóban vérből, de akkor ugyanakkor nagyon emberi figurák legyenek olyan alapvető problémákkal, amit mellett, ha az ember szórakozik is, attól tudja elfogadni, és attól válnak ezek a figurák szerethetővé és követhetővé, hogyha igen mélyen megélik ezeket a szélsőségesen megélt problémákat, hogyha ez a felszínen marad, hogyha idézőjelben téve csak egy bohózat marad, akkor azt érzi az ember, hogy igazán az ő lelke mélyén nem lett kielégítve a színház vágya. Szóval nagyon jó lehetőségek vannak abban, és nagyon bízom a társulatban is, hogy ennek valóban a mélyre is tudunk esni, és akkor megtörténik ez a kis csoda, hogy nevetünk, de kicsit magunkon nevetünk, és egy kicsit el is tudunk gondolkozni azokon az alapvető kérdéseken, ami a boldogságkeresése, a párkapcsolatban fellépő mindennapos együttlét során kialakulnak. Az előadás főbb szerepeit Íhés Ákos, Törő Gergely Zsolt és Szabó Nikolett alakítják. A darab premierje december 9-én lesz a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.
Mindkét még versenyben lévő vármegyebeli csapat tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójából. Az NB1-es Kisvárda 6-0-ra győzött a Budapest bajnokság első osztályában szereplő Union FC otthonában. Az NB2-es Nyíregyháza Spartakusz a Tolna vármegyei első osztályban szereplő Dunaföldvár vendégeként nyert 1-0-ra. Harmadik meccsén megszerezte első győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Az NKS az amatőr NB1 fehér csoportjában a Zsíros Akadémia Kőbánya csapatát fogadta, és a vendégek 67-63-as verességgel távoztak a Szent Imre csarnokából. Farkasinszky Gyuláni együttese legközelebb a jövő hét végén Győrben lép pályára. A hazaiak két vereséggel nyeretlenül, a vendégek 4 győzelemmel veretlenül vágtak neki a mérkőzésnek. Az első negyed a kőbányaiaknak sikerült jobban, 10 perc játék után 11 ponttal vezetett a Zsíros Akadémia. Ebből 8-at a második negyedben ledolgozott a kosársuli, sőt a harmadik negyed végén a vezetést is átvették a nyíregyháziak. A záró 10 percben felváltva vezettek a csapatok, 63-63 után viszont már csak a hazaiak szereztek pontokat, így végül 67-63-ra megnyerték a mérkőzést. Az az igazság, hogy ugye mi egy alakulóban lévő csapat vagyunk. A mai mérkőzést is ugye egyértelműen látszott, hogy hullámvölgyekben kosárlabdázunk, tehát egyszer fönt, egyszer lent. Tehát igazából nagyon nehéz volt megtalálni azt az ötöst, aki biztosan fogja tudni hozni ezt a mérkőzést, vagy legalább ezt a ritmust fölvenni. Tehát ez a Zsíros Akadémia azért ez egy nagyon lendületes, nagyon pörgős, nagyon kemény, igencsak egy agresszív játékot játszik, ugye, ami azért a mai kosárlabdára jellemző, csak hát mi még mindig nem szeretjük ezt játszani. De kénytelen leszünk ezt a stílus fölvenni, mert másként ez nem működik. Az a szerencse, hogy itt azért voltak játékosok, akik olyan teljesítményt nyújtottak, ami azért szerintem extra volt, föl tudtuk venni ezt a küzdelmet. Van még mit javítanunk minden szempontból, de én úgy gondolom, hogy a csapatnak szüksége volt már erre a győzelemre, sőt nekem is, mert egy kicsikét már kezdtem mélypontra kerülni, tehát hogy hiába dolgozunk, egyszerűen az eredményét eddig nem láttuk. Dobó Lilla 39 percet játszva, 35 ponttal, 10 lepattanóval és 15 kiharcolt szabálytalansággal tripla-duplát ért el a mérkőzésen. Egy nagyon verekedős, küzdős meccs volt. Nem tudom, az elején nehezen kezdtük el a meccset. Érdekes volt felvenni ezt a ritmus, meg hozzászokni a játékvezetéshez, de hogy utána ezt megszoktuk, utána belerározódtunk mi is, és így lett a második negyed jobb, és így tudtunk visszajönni a meccsbe. Majd a harmadik negyedet szintén nehezebben kezdtük el szünet után, és aztán utána úgy is akkor, amikor ültem utána, hogy visszajöttem, én is újra erőre kaptam, meg a csapat is, és így tudtuk végigmenni az egész meccsen együtt. Lilla a héten az U20-as válogatott a Székesfehérváron készül, ezért a nyíregyháziak a hétvégén nem játszanak bajnoki meccset. Nekünk most egy kis szünet fog következni, mert ugye az U20-as válogatottnak válogatott összetartás van, ezért a következő heti mérkőzésünket az Aregelszeg ellen el kellett tenni, mert ugye ez volt az U20-as válogatott szövetségi kapitánynak a kérése, hogy a Lillát ugye a válogatottba behívták, hogy mindenféleképpen legyen ott. Én meg nem szeretnék a Dobó Lilla nélkül mérkőzést játszani. A következő mérkőzésünk az 12-én lesz, akkor fogunk Győrbe utazni. Reméljük, hogy ott azért egy olyan játékot tudunk mutatni, amivel a Győr csapatát is sikerül majd megvernünk. A negyedik forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Deac 93-59, Győr Baja 91-98 és Ajka Szent Pál Akadémia 57-55. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Látványos rendezvénytér épült Nagy Ecseden. A modern létesítmény az egykori ecsedi vár építészeti jegyeit hordozza. Az építményben egy várfalat, idéző kerítésfalat és szabadtéri színpadot is kialakítottak. A határon átnyúló beruházás az ukrajnai Perecseny várossal közös turisztikai fejlesztés része volt, amelyre több mint 700 ezer eurós uniós támogatást nyertek a partnerek. Elkezdődtek az előre tervezett fakitermelési munkálatok Nyíregyházán a Sóstói erdőben. A szakemberek a napokban 1,2 hektáros erdőrészletet termelnek le. A terület zömében idős pusztuló félben lévő akácokból áll, ami természetvédelmi szempontból sem előnyös.
Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei primadíjjal ismerték el több évtizedes sportvezetői munkáját Orrendi Mihálynak. A szakember több sportágban is vezető tisztséget töltött be, nagy szerepe volt abban, hogy Nyíregyháza és Debrecen számos nemzetközi sporteseménynek adott otthont. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, karrierjét a 80-as évek nyíregyházi atlétika sikerei alapozták meg. November 2-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön nem sokára az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig pénteken este is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken hullámzó front vastag felhőzete vonul kelet felé, kora délelőtt inkább a Tiszántúlon lehet több-kevesebb napsütés, sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18-20 fok körül várható.